Malomsoki Kristián, a szekszárdi sportközpont ügyvezetője lerakja az épülő szekszárdi petanque pályák alapkövét. A golyójáték igazából Franciaországból indult és a mediterrán vidékeken lett népszerű, ezért az internetet hívjuk segítségül, hogy bemutassuk a lényegét annak, aki nem ismerné. A petanque golyó fémből készül, átmérője 7 és 8 cm között van, kivéve egyet, az úgynevezett jacket, amit idehaza öcsinek hívnak. Ez a 3 centis átmérőjű célgolyó, amit élénk színűre festenek. A játékban először ezt dobják el a dobókörből, legalább 6, legfeljebb 10 méter távolságra. A cél a saját golyót minél közelebb juttatni az öcsihez. Mindig a rosszabb helyzetben lévő csapat vagy játékos következik, ha még van hátra golyója a 3-ból. A csapat a kör végén annyi pontot kap, amennyi golyója közelebb állt meg az öcsihez, mint az ellenfél legközelebbi golyója. A verseny akkor ér véget, ha az egyik csapat eléri a 13 pontot, és ezzel győz. A hazai sportági szövetségnek 8 tagszervezete van, Tolna megyei nincs közöttük, de 3-an Szekszárdon is napi rendszerességgel játsszák ezt a sportot. Ők keresték meg az újonnan kinevezett igazgatót, engedje meg nekik, hogy továbbra is használhassák a fürdő zúzottköves parkolóját e célra. Innen indult a szekszárdi pályák története. Közelődésüket örömmel vettem, és kíváncsi is voltam, hogy ők milyen szinten játszanak. Meséltek a játékról, aztán olyan szenvedéllyel játszottak, hogy megragadott, saját magam is kipróbáltam. Szeretnénk, ha Szekszárd jelentős petánkbázis lenne az országban. Szeretnénk, ha ezek az emberek akár a mi csapatunkban játszanak, létrehozhatnak ők is egyesületet. Tehát a sportközpontnak most nincsen saját petánk szakosztálya, szeretettel várunk bárkit, aki egyesületet akar létrehozni, ingyenesen biztosítjuk nekik az itteni pályáknak a igénybevételét, és szeretnénk, ha a Szekszárdnak is lenne akár országos bajnokságon esélyes játékosa. A használt fémgolyók viszonylag nehezek, így tömör pálya kell hozzá, zúzalékos felső réteggel. A nagysága tetszés szerint ide nemzetközi és országos bajnokságban 15 méter hosszú és 4 méter széles, más versenyeken valamivel kisebb. Jelen pillanatban ugye a nehézgép munkákban nem tudunk részt venni, majd utána a munkatársainkkal fogjuk fölgyorsítani a folyamatokat. Gyakorlatilag a rétegződésben fogunk tudni segíteni. Ha elkészül, akkor azonnal használatba lehet venni a pályát. A cél pedig nem kisebb, mint kijutni a 2021-es Egyesült Államok beli világjátékokra. A petánk az egy érdekes dolog, ugye jelen pillanatban a 2021-es Birmingham Egyesült Államok területén megrendezedő világjátékoknak a része. Van még idő, esetlegesen akár oda is bejutni, tehát ha valaki nagyon-nagyon ügyes és nagyon-nagyon jól játszik, akkor akár a világjátékokon is részt vehetne szekszárdiként. Szeretnénk, ha erre a szintre törnénk. Aztán, hogy ez mennyire sikerül, az majd kiderül. Minden esetre a körülményeket szeretnénk biztosítani a játékhoz.